miből áll az internet? Információ. Mond? Videókból, igen, információkból. De ezeket az információkat honnan kapom? Mutatok egy képet. Az internet nem más, mint egy hálózat. Körülbelül így lehetne elképzelni, mint ott a képen van. Az internet egy hálózat, méghozzá rengeteg számítógépnek, szervernek a hálózata. Az internet veszélyeiről és a mobiltelefon biztonságos használatáról tartottak rendőrségi előadást a Tolnai Magházban. A rendezvényen a helyi nagycsaládosok egyesület tagjai, pedagógusok, szülők és gyermekek is egyaránt jelen voltak. A csoport tevékenységeiről és az eseményről Váci Antal Judit, a klub elnöke mesélt. Az elsődleges célja mindenképp az, hogy figyelmeztessük a gyermekeinket és az idős tagtársainkat, meg saját magunkat is azáltal, hogy milyen veszély fenyeget minket itt az Uber világban. Úgyhogy elsődleges célja mindenféleképpen ez, hogy megismerhessük, hogy mik azok, amikre vigyáznunk kell, és emellett mire figyeljünk oda, ha már véletlen beleestünk, és ne féljünk segítséget kérni. Az elnök elmondta, kiknek szól az előadás. Az egyesületi tagunknak, az egyesületnek szerveztük most ezt a programot, ugye a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének. Ezen belül is én úgy gondolom, hogy első körben azok a gyermekek korosztályban, akik már írni, olvasni tudnak, és esetleg telefonnal rendelkeznek, bár ez ugye óvodáskorban is megvalósulhat, de úgyis úgy gondolom, hogy felelősséggel, aki olvasni tud az iskolás kortól, mondhatjuk azt, hogy ők már jöhetnek erre, és felfogják azt, ami itt el fog hangzani, és emellett egészen az időskori, nyugdíjas korosztályig. A gyermekek számára is kiemelkedően fontos, hogy fel tudják ismerni az internet és a mobiltelefon használattal járó veszélyeket. Gondolom, hogy a tévében és a híradóban sokszor lehet hallani, vagy akár e-mailben érkező csalásos megkeresések szoktak lenni, és hallhatják a hírekben az, hogy úristen, most még egy csalás, meg még egy ilyen veszély fenyeget, vagy most már a telefon, ugye a modern telefonok írják, hogy figyelem, csaló, ez a telefonszám, ne vedd fel. Éppen ezért próbáljuk felhívni ezekre a figyelmet a gyerekeknek is, hogy mi az, amikor esetleg forduljanak a szülőkhöz és kérjenek segítséget. Az egyesületnek a 2022-es évet is sikerült aktívan kitölteni a programokkal, és hasonlóképpen tervezik az idei évet is. Az idei évünk ugyanolyan izgalmas lesz, hiába a 26. születésnapunkat ünnepeltük. Kezdtük ebben ugye a születésnap ünneplésével januárban, majd februárban volt egy teljes teltházas farsangi bálunk, ami iszonyat nagy létszámban volt jelen, és én nagyon örülök, hogy szinte minden korcsoportot meg tudtunk szintén mozgatni. Majd most ugye megszerveztük ezt a programsorozatot, ami szintén a veszélyekre vesz fel, és hál' Isten a rendőrség, a Tolna vármegyei rendőrkapitányság segítségünkre volt ezáltal, és reménykedünk, hogy további programot tudunk ebben folytatni prevenció céljából, ami a drogra fog kiélesződni. Majd lesz májusban egy családi napunk, aztán utána augusztusban tervezünk egy kétnapos kenutúrát, majd az országos nagycsaládos találkozón szeretnénk részt venni Kalocsán szeptemberben, és majd utána ugyanúgy Mikulás ünnepségek, de ezen felül kisebb-nagyobb programok még jelen lesznek az évünkben. Terelnek minket, hogy oldjak meg mindent az interneten keresztül. Ha csak a munkámra gondolok, próbáljuk a papírmentes irodát elérni, és mindent ezen a hálózaton keresztül elintézni. De ha csak belegondoltok a mindennapjaitokba, ugye ügyfélkapu, kell, hogy regisztrálj. A NAV-hoz elektronikusan nyújtom be az adóbevallásomat, igaz? Bankolok ezen a hálózaton keresztül. A Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete hasonló előadásokra és programokra várja a tagokat és az érdeklődőket a 2023-as év további részében is.